Az elmúlt években hazánkban is folyamatosan szigorodott a bankkártya használat, újabb és újabb eszközökkel próbálták biztonságosabbá tenni azt. A folyamat a jogszabályi elvárásoknak megfelelően a jövő év elejétől tovább változik. Az Európai Unióban, így Magyarországon is bő egy éve 2019. szeptemberében lépett hatályba az új szabályozás. Az internetbanki belépéshez, egyes tranzakciók jóváhagyásához azóta nem elég a felhasználónév és a jelszó, a bankoknak még egy módon meg kell győződniük arról, hogy valóban az ügyfelük kívánja használni a szolgáltatást. Az erős ügyfélhitelesítést jövő januártól már az EU-n belül az internetes vásárlások, fizetések esetében is kötelező alkalmazni. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy ezekben az esetekben a bankkártya alapadatainak megadása már nem mindig lesz elég. Olyan extra azonosításra is szükség lehet, amely egyértelművé teszi, hogy az adott tranzakciót valóban a kártyabirtokos indította. Az azonosítás módja természetesen pénzintézetenként változhat, ha azonban ez a lépés nem jár sikerrel, vagy nem történik meg, a bank elutasíthatja a tranzakció végrehajtását. Ezért fontos, hogy az év hátralévő részében minden kártyabirtokos tegyen eleget a bankja felhívásának, adja meg, illetve ellenőrizze az erős ügyfél hitelesítéshez szükséges, a hitelintézetnél regisztrált adatait. Előfordulhat, hogy a szolgáltató a korábban már rögzített adatok frissítését vagy egy alkalmazás letöltését kéri az új biztonsági folyamathoz. Emiatt nagyon fontos, hogy a letöltés előtt az ügyfél győződjön meg, hogy valóban a banki felületet használja, nehogy csalók áldozatává váljon. A pénzintézetek továbbra sem kérnek PIN kódot vagy egyéb érzékeny adatot az azonosításhoz. Lényeges, hogy az erős ügyfélhitelesítés bevezetése csak Európában kötelező, a nem uniós webáruházakban vásárolva a bankok feladata lesz az ügyfél megfelelő azonosítása, amit igyekeznek majd a legbiztonságosabb módon megtenni. Az internetes vásárlások biztonsága terén Magyarország egyébként kimagaslóan jól teljesít. A tavaly lebonyolított közel 150 millió internetes vásárlás esetén 1 millió tranzakcióból csupán 33 darab volt netes csalással érintett. Az OTP bank megbízásából készített felmérés szerint a tavalyihoz képest idén csak nem duplájára nőtt azoknak az aránya, akik kifejezetten a bankkártyás fizetést preferálják internetes vásárláskor. Az is kiderült belőle, hogy már az idősebb korosztály is egyre többet vásárol az interneten, ami a koronavírus járvány függvényében talán nem is olyan meglepő.